füstjelek. Jó reggelt kívánok mindenkinek! A 91. Zsoltár néhány versét hoztam ma reggel útravalóként a 14. verstől. Mivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt. Felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, azért meghallgatom őt. Vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat. Rendkívül bátorító ez az ígéret, mert ha ragaszkodunk ő hozzá, akkor csodálatos dolgoknak lehetünk részesei az életünkben. Annak a tapasztalói lehetünk, hogyha segítségül hívjuk őt, meghallgat bennünket, velünk van háborúságunkban, megment és megdicsőít bennünket, és még ráadásként hosszú élettel elégít meg. Úgy gondolom, ez a kijelentés, hogy hosszú élettel elégít meg, ez nem azt jelenti csupán, hogy ezen a földön lesz valaki hosszú életű, hiszen nagyon sokan fejezik be akár fiatalon az életüket. Ez a hosszú élet ígérete, hitem szerint, az örökké valóságra vonatkozik. Hogy aki ragaszkodik Istenéhez minden helyzetben, annak az örökké valóság is a részese lehet, tehát nem csak ebben a földi életben gondolkozhat, azokban a napokban, években, amelyeket Isten ezen a földön megad. És arra figyeltem föl, hogy van azért egy feltétele ezeknek az ígéreteknek. Mert azt olvashatjuk, hogy mivel ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Én ebben a kijelentésben két feltételt találtam magam számára. Az egyik az, hogy mivel, hogy ragaszkodik hozzám. Tapasztalatból tudom, hogy könnyű akkor ragaszkodni Istenhez, amikor sok-sok áldást kapunk tőle. Amikor jó körülmények között vagyunk, amikor örvendezünk azoknak a gyönyörűségeknek, amiket kapunk tőle. De úgy elgondolkoztam azon, hogy akkor is ragaszkodunk ő hozzá, amikor esetleg olyan dolgok történnek az életünkben, amelyek nem annyira kellemesek? Amikor úgy fölmerül bennünk az a kérdés, hogy miért is történik éppen velünk ilyen dolog? Rendkívül fontos számomra ez az útmutatás. Hogy szükséges megtanulnunk akkor is ragaszkodni a mi Urunkhoz, amikor nehézségbe jutunk, megpróbáló körülmények vannak az életünkben, abban a hitben ragaszkodhatunk hozzá, hogy ígérete szerint, mit is olvastunk ebben az ígéretben? Meghallgat bennünket, velünk lesz a háborúságunkban, sőt, megment bennünket, és megdicsőít bennünket. És nagyon különleges ez a kifejezés is, hogy felmagasztal. Megnéztem, hogy vajon az eredeti kifejezés mi mindent jelent. A felmagasztal kifejezésnek ilyen jelentés tartalma van: elérhetetlen, megközelíthetetlen magasságba helyez, biztonságos helyre tesz, oltalomba helyez, védelembe vesz. Nem csodálatos dolog ez, hogy megígéri az Úr, hogy ha mi ragaszkodunk hozzá, akkor ilyen különleges tapasztalatban lehet részünk, hogy oltalom alá vesz bennünket, különleges magasságokba emel, és itt nem egyszerűen fizikai magasságra gondolhatunk, hanem elsősorban lelkileg. Hisz olyan tapasztalatokat szerezhetünk ilyen körülmények között, amire ha visszatekintünk, akkor hálásak lehetünk azért, hogy mennyire segített bennünket az Úr, és hogy tapasztaltuk az ő szabadító hatalmát. És a másik feltétel,
ami benne van ebben a kijelentésben, a 14. vers másik részében, ismeri az én nevemet. Ismerjük mi az Isten nevét? Mit is jelent Isten neve a Bibliában? Úgy gondolom, hogy Mózesnek az élettörténete juthat eszünkbe, legalábbis nekem ez jutott eszembe, hogy amikor Mózes azt kérte, hogy kérlek, Uram, mutasd meg magadat nekem, akkor elvonult előtte az Úr, és kiáltotta az ő nevét, és mi is volt az ő neve? Az Úr irgalmas, kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. És én azt kívánom, hogy bármilyen helyzetbe is kerülünk, ismerjük meg az Istennek a jellemét, hisz ez a neve a Biblia szerint, hogy ő irgalmas, kegyelmes, de igazságos is. Így, ha így gondolunk ő rá, aki megengedett bizonyos élethelyzetet a mi életünkben, akkor bízom abban, hogy ragaszkodni tudunk hozzá, bármilyen körülmény között. És akkor kívánom, hogy tapasztaljuk ezeket az áldásokat. Meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom neki az én szabadításomat.